szabadság egy nagyon édes dal, megszívít, megcsalít, szeretem. Egy az emlékév üzenetét hordozó dallal kezdődött a fehérgyarmati irodalmi est a Talán Teátrum előadásában. A rendezvényen elhangzott, az 56-os események a szatmári térségben is követeltek áldozatokat. Fehérgyarmaton volt 56-os per, ahol hetedrendő vádlottig ítéltek el a forradalomban való részvitelért helyi vezetőket. Másrészt november 4-e is fontos, hiszen ez a nemzeti gyásznap. November 4-én zárták körbe a laktanyákat, és árasztották el Budapest utcáit a T-34-esek, a orosz T-34-esek. És szatmári térségből is, 56-ban egyébként többen haltak meg, volt halott Jánmajtisról, volt halott Panyoláról. Fehérgyarmat polgármestere szerint az 56-os forradalom és szabadságharc az utókor számára meghatározó esemény, amely a jövő építése szempontjából kiemelkedően fontos. Mindenképpen nekünk itt Szatmárban 56 üzenete, az egységesség, a testvériség. Mindenképpen azt lehet mondani, hogy az 56-os események ugye egy dolgot nagyon jól megmutattak, hogy összefogásban lehet csak eredményeket elérni. Az 56-os események során az ország minden lakosa egy cél érdekében indult meg. Úgy gondolom, hogy a mai ifjúság számára is ez egy fontos dolog, hogy megértsék ennek az üzenetét. Csak akkor lehet sikeres Magyarország, hogyha minden egyes lakosa egységesen egy célirányban halad. Az irodalmi estet a Szatmár Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. Szervezte pályázati támogatással. Ez a nyitó rendezvény még három irodalmi estet foglal magába, kettő Magyarországon, kettő pedig kint Erdélyben, tehát Szatmárnémeti és Nagy Károly központtal kerül majd megrendezésre a következő időszakban, de nem csak irodalmi estet, hanem különböző egyéb programsorozatokat is rendezünk a pályázat keretében. Tehát gondolok itt tudományos konferenciára, gondolok itt egy 10 részes előadássorozatra, továbbá általános iskolásoknak, középiskolásoknak, egyetemistáknak különböző tanulmányi versenyeket csinálunk. A program keretében az 56-os eseményekhez kötődő szatmári helyszíneken emlékpontokat alakítanak ki, amelyeket helyi kutatások alapján határoznak majd meg visszaemlékezők segítségével.